350 tonna illegális szemetet gyűjtött össze két nap alatt a magyar közút az utak mellől. A Földnapjához és a Teszed kampányhoz kapcsolódva országszerte összesen 367 helyszínen több ezer közutas munkavállaló szedte a szemetet a társaság kezelésében lévő utak és pihenőhelyek környezetében április 22-én és május 4-én. Hernádi Ádám az épülő sportcsarnokban járt, tette közzé Esztergom város polgármestere a közösségi oldalán. A városvezető közölte, hogy a csarnok hamarosan megkapja külső burkolatát, és jól haladnak a belső munkálatok is. A sportot szeretők néhány hónap múlva már használhatják is a létesítményt. Mézes gondolatok címmel a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum kiállítása nyílt meg az Esztergomi Duna Múzeumban. A kiállítás célja, hogy megismerjük a méheket, védjük ezeket a hasznos rovarokat, amelyek megóvják egészségünket és megédesítik az életünket. A tárlat június 1-ig látogatható.